Férfiak Klubja alapítója, és köszöntök mindenkit ezen az estén. Úgy láttam, hogy Kassai Lajos neve sokakat mozgósított, és ennek külön örülök, mert amikor a Férfiak Klubját megalapítottam, akkor azt mondták, hogy a férfiak mozgósíthatatlanok, soha sehová nem mennek, semmi nem érdekli őket, és én ezt nem hittem el, és azért vagyunk itt most, mert ezt nem hittem el, azt mondtam, hogy ez lehetetlen, és örülök, hogy ilyen sokan itt vagyunk ma. Egyet tudni kell, hogy a Kohót úgy hoztuk létre, hogy legyen egy hely, ami a férfiaknak szól. És ez ma is így van, annak ellenére, hogy nagyon sok hölgy jelentkezett be. A Kassai úr is kapott különböző leveleket, hogy miért vannak ők innen kitiltva. És végsősorban hogy nem kitiltva vannak innen a nők, hanem azt gondoltuk, hogy kell egy olyan esemény, kell egy olyan hely, ami a férfiaknak szól, a mi saját inspirálódásunkra, hogy új gondolatokat, új kapcsolatokat, új erőre tudjunk szertenni. És minden alkalommal elmondom a Kohó elején, hogy egyrészt azért adtam neki ezt a nevet, hogy legyen egy ilyen ipari név, ugye? Mert hogyha azt mondtam volna, hogy spirituális műhely, akkor biztos mindenki most otthon nézni a tévét, ahelyett, hogy itt lenne, mert a férfiak ilyenek. De a Kohó mégiscsak azt jelképezné, hogy itt nem meleg van, hanem itt forróságnak kell történni, itt föl kell olvadni, valamilyen módon át kell alakulni, és ezt a fajta közeget akarjuk létrehozni, ahol ez a hő ilyen módon létre tud jönni. A másik oka az, hogy szerettem volna létrehozni egy olyan helyet, ahová férfiként lehet elindulni. Nagyon fontos, hogy az egész életünket úgy éljük, hogy valamikor gyerekkorunkban férfiak akarunk lenni, majd ahogy egyre inkább felnövünk, ez a férfiúság eltűnik az életünkből, és valahol elmarad. És ha végig gondoljuk, hogy reggelente hogy indulunk el akárhová, kiderül, hogy munkába megyünk, akkor munkavállalók vagyunk, vagy főnökök vagyunk, vagy beosztottak vagyunk, vagy vállalkozók vagyunk. Otthon azért sokkal inkább férjek vagyunk, barátok vagyunk, apák vagyunk. Mindenféle szerepeinkben élünk. Ha sportolni megyünk a haverokkal, akkor sportársak vagyunk, vagy haverok vagyunk. Bajtársak is vagyunk. De hogy férfiak, mikor vagyunk? Mikor gondolkodunk azon, hogy igazán a legkomolyabb gyökerünk az táplálva van-e, és férfiként ki tudunk-e teljesedni ebben a világban, az soha nem jut eszünkbe. És én azt gondoltam, hogy ha van havonta egy alkalom, ahová a férfiak klubjába, a férfiak klubja Kohóba elindulunk, akkor oda férfiként indulunk el. Ez a közös nevezőnk, hogy férfiként indultunk el. Nem is apaként, senki nem mindenféle más minőségében van itt, hanem férfiként. És ez önmagában is egy tartást okoz. Én merem remélni, hogy minden hónapban, ha egyszer erre gondolunk, és egy picit kihúzzuk magunkat, és gondolkodunk ezen, mindannyiunkban benne van az, hogy mi véget vagyunk a világon, és ez elkezd dolgozni. Havonta egyszer, ez olyan, mint a gyógytorna, hogy emlékeztetjük az izmunkat arra, hogy ismét kihúzza magát, és egyszer csak sokkal egyenesebb derékkal fogunk járni, férfiként is. Úgyhogy külön köszöntök mindenkit, aki ma este eljött. Egy izgalmas estének nézünk elébe. Mielőtt ebbe belevágnék, engedjétek meg, hogy bemutassam a jövő hónap előadóját, aki megtisztelt azzal, hogy már most eljött. Molnár Ferenc úr itt ül elő. Ő az Ilcsi gyógyfüveknek a tulajdonosa. Áprilisben ő jön majd hozzánk. Ő egy olyan ember, aki azon túlmenően, hogy egy nagyon komoly vállalatot vezet és tulajdonol, a Pimi Hungaricum, azon túlmenően ugye a természet közelében él, hiszen a gyógyfüvekből készítenek kozmetikumokat, és az egész életét azzal töltötte, hogy a hölgyek kedvében járt férfiként, és azt gondolom, hogy a hölgyek kedvében, egész életében a hölgyek között és a hölgyek kedvében járni valakinek, az mindig a férfi energiáit növeli. És nagyon komoly véleménye van a világról, úgyhogy nagyon várjuk a jövő hónapi előadást is, vagy a beszélgetést is. Mielőtt bemutatom a Kassai Lajost, el szeretném mondani egy következő tervünket, azért, hogy ne lepődjön meg majd senki. Hamarosan szeretnék indítani egy eseményt nőknek. Nagyon fontosnak tartanám, hogy nőkkel is beszéljünk a férfiakról. Egy kicsit úgy is tartom magam ebben az ügyben, mint egy szószólója a férfiaknak. Nagyon sok mindent otthon nem akarunk elmondani, nem merünk elmondani.
viszont a nők kíváncsiak lennének arra, hogy mi mozgatja a férfiakat, hogyan lehet jobban megérteni őket, hogyan lehet jobban elfogadni őket, és úgy látom, hogy van egyfajta vágyuk arra, hogy ők részt vegyenek akár abban, hogy mi jobban érezzük magunkat a világban. Erre van precedens egyébként, mert Finnországban egy egész komoly ugye, társadalmi mozgalmat indítottak a nők néhány tíz évvel ezelőtt, hogy a férfiak ne halljanak meg olyan korán, és nagyon-nagyon komoly eredményt értek el. Tehát a nők pártunkra állítása és a velük való párbeszéd nagyon fontos lenne. Ezt nem kohónak fogjuk hívni, hanem most egyelőre az ötvös műhely. De azért legyen benne valami kézművesség, valami ötvözés, azért legyen egy férfias dolog benne, de azért még csak legyen közelebb ahhoz, hogy ötvözzünk valamit. Úgyhogy csak szólni akartam, hogy ne lepődjön meg senki, ha meglátom, hogy egy férfiak tudja nőknek ötvös műhely, mert ez fog következni. Kassai Lajos köszönhetjük ma este. Hát nem tudom, hogy nyújtsa fel a kezét, aki látta a filmjét. Azt gondolom, hogy a Kassai Lajos maga a hitelesség. Tehát az, hogy most megalapította a lovasíjászatot, az, amilyen iskolát alapított világszerte, az, ahogyan ő él, az az egész maga azért tud egy példaértékű valami lenni, mert ebben semmilyen megjátszott, semmilyen játék nincs. Tehát ő olyan, ő maga az, és ezért dolgozik a filmje is, mert ő maga az. Az, hogy hány világrekord birtokosa, hogy mi mindent tud csinálni, nyilván ezt sokan ismeritek, erről nem is szeretnék beszélni, hanem meg szeretném hívni ide a pódiumra, hogy beszélgessünk egy kicsit a férfiakról. És egy mikrofonunk van, úgyhogy megnézzük, hogy mikrofon nélkül, vagy mikrofonnal. Hát szeretettel köszöntelek benneteket, lehet ezt hallani hátul is? Lehet, én megköszönöm, hogyha nem kellene markolászni ezt a mikrofont itt egész este. Én sehova nem járok előadást tartani egyébként, tehát egyetlen egy közönség találkozón nem veszek részt. Ez az egyetlen hely, ahol eljöttem, mert az Imre azt mondta, hogy ez a férfi a klubja, és itt rengeteg csinos nő lesz ma este. Felvettem a legjobb öltönyömet, és itt vagyok. Ez csak egy vicc volt persze, tudtam, hogy hova jön. Bemelegítő kérdéssel kezdeném a Lajosnak. Ugye a filmet, ugye ez nyilván befolyásolja azért a mindennapjainkat, hogy van egy film. És megkérdeznélek így lájtosan az elején arról, hogy a film előtti Lajos és a film közbeni Lajos, mert nem vagyunk a film után is, nagyon remélem, hogy nem is leszünk utána az elkövetkezendő 40 évben sem, de a film közbeni Lajos változott-e valamit? Mi, a te életedre milyen befolyással van az, hogy azért mégis egy sokkal nagyobb tömegnek lettél valamilyen módon a példaképe? Én egy évvel ezelőtt Hollywoodban dolgoztam, és Matt Damont készítettem föl egy szerepre, és a világ legjobb rendezőjével volt szerencsém együtt tölteni több mint két hónapot. Ez John Gimmel, nem tudom, a Hős című filmet láttátok-e? Vagy Repülőtőrök lányát. Tehát nagyon érdekes volt bepillantást nyerni a valódi sztárok világába, hiszen ezt az országot a középszer alatti szint, ezek a celebek, ezek elárasztották. Tehát olyan szinten nívótlan az, ami a médiákból árad, hogy arra már nincs igazán szó. És nagyon jó volt megismerni egy Oscar-díjas színészt, hiszen nagyon hosszú időt töltöttünk el. Ezek az emberek, akik komoly eredményt értek el az életbe, ezek rendkívül természetesek, rendkívül közvetlenek, és egyáltalán semmi nem látszik abból, hogy ő egy világsztár. Rengeteget dolgoznak. Hajnali 5-kor beül a sminkbe, hogyha egy középkori filmben játszik, ez olyan 1100-as években játszódik ez a történet, ez hamarosan a mozikba lesz, és 2 órát tölt el azzal, hogy fölteszik a hajat, a sminket. 7 órára elkészül, és elindul a forgatás, és késő estig megy a játék. Igazán embert próbáló. Tehát az, amikor mi látjuk ezeket a sztárokat a filmvásznon, azt tudnunk kell, hogy iszonyú kemény munka van mögötte, és rendkívüli alázat. Tehát semmit nem lehetett látni. Na most nagyon furcsa lenne, hogyha engem bármit megváltoztatna az, hogy elkészült egy dokumentumfilm, és ezt most vetítik a mozikba, és viccet félretéve én tényleg nem járok közönség találkozókra.
nagyon sok helyre hívtak, nagyon sok helyen azt mondták, hogy csak akkor vetítik le a filmet, hogyha én is ott vagyok, és azt mondtam, hogyha ezek az emberek igazán szeretnek és tisztelnek, akkor meghagynak engem abba az életben, amiben ez a film készült, hiszen nekem reggel 6-kor el kellett látni az állatokat, és most este, éjszaka, amikor hazaérek, nekem az egész gazdaságot újra le kell ellenőriznem, tehát én nem igazán tehetem meg azt, hogy ebből a világból kilépjek, de egy viccet engedjetek meg. Johnny fölhívja barátját, Szergejt. Te Szergej, hallom, bajok vannak nálatok. Nálunk? Nincs semmilyen baj. Szergej, azt mondom, hogy nagyon hideg van nálatok. Nálunk? Egyáltalán nincs hideg. Szergej, most hallom a rádió, vagy mínusz 60 fok van nálatok. Nálunk? A mínusz 30-nál biztos, hogy nincs több. Láttam a tévében, hogy medvék fagynak meg. Hát ja, ott kín. Amikor egy népről ilyen viccek vannak, azon el kell gondolkodni. Szóval ott vannak férfiak szerintem. Szerinted minek vagy te a példaképe? Vagy amikor rád gondolnak az emberek, akkor biztos gondolkoztál ezen, hogy mi a te életed mit példáz másoknak. Aztán megkérdezzük nyilván a hallgatókat is, de kíváncsiak, hogy benned mi csapódik le ebből. Nem az, hogy érdekel-e téged, hát hanem ez... hogy mit láthatnak belőled mások, akik kívülről néznek, vagy akik kapaszkodni akarnak abban, ami te vagy. Mit akarnak ők ebből? Mit jelképezhetsz? Az értéket mindig az jelenti, amivel kevés van. És azt gondolom, hogy a jó közösségekből van kevés. Tehát kevés a jó közösség. És a közösség az nagyon fontos, mert én nagyon sok időt töltök el Kínában, nagyon sokat utazok, ott robbanásszerűen fejlődik a lovasi jászat, és találkoztam igazán kitűnő fensi mesterekkel, akik nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a tárgyakat hova helyezzék. Hogyan terveznek egy szállodát. Sánkhájban felépítettek a japánok egy szállodát, és ez egy merénylet volt, mert egy penge szelte ketté Sánkhájt, és aztán át kellett építeni az egészet, mert olyan rossz volt a kisugárzása, a fengsi. Tehát hihetetlen erőket fordítanak arra, hogy egy üzlet bejárati ajtaja merre néz, és hogy építik fel. Ez nagyon fontos, és valóban a tárgyaknak nagyon nagy szerepe van az életünkben, de a legnagyobb hatást és a legnagyobb erőt a boldog élőlények jelentik. Tehát az a környezet, ahol én élek, rengeteg lóval, bivajjal, szarvasmarhával, mindenféle állattal, azoknak a boldog állatoknak a folyamatos jelenléte és a boldog emberek jelenléte, ami körülvesznek, ez a legnagyobb erő. Ugyanis nem tudjuk az egyént meggyógyítani, amikor a közösség beteg. És egy beteg közösségben folyamatosan termelődnek a beteg egyének. Erre nem sok figyelmet szentelünk, de gyógyítani kell a közösségeket. Egészséges közösségeket kell létrehozni. Nem biztos, hogy pontosan tudok válaszolni arra a kérdésre, de nekem a közösség mindig nagyon sokat jelentett. És én azt el tudom mondani, hogy mire vagyok a legbüszkébb. Arra, hogy rendkívüli jó barátaim vannak. Tehát nagyon jó közösség vesz körül. Ez egy nagyon fontos része volt az életemnek, hiszen ahhoz, hogy egy normális ember fölnőjön, ahhoz legalább egy falura van szükség. Nem tud fölnőni egyedül egy egyén. Ahhoz egy közösség kell. Egy olyan közösség, ami őt körülveszi, hiszen ebből a közösségből szív magába mindent, és olyan lesz, amilyen ez a közösség. Ha rossz a közösség, akkor rossz lesz az ember. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ma Magyarországon jó közösségeket hozzunk létre. Rendbe kell rakni saját magunkat, a saját környezetünket. Először is saját magam legyek rendben, aztán a párkapcsolatban legyek rendben, a párommal, aztán a közvetlen környezetemben, és ameddig lehet, kiterjesztem ezt, hiszen hogyha a környezetem rendben van, és az boldog emberek alkotják, vagy boldog élőlények, hiszen nagyon sok állat is tartozik be az én környezetemben, akkor esélyünk van arra, hogy egy egészséges és boldog életet éljünk. Ha nem, akkor nagyon nehéz megvalósítani. Tehát nagyon nehéz az egyén boldogságát úgy elérni, hogy egy boldogtalan közösség része. És akkor már mindjárt itt vagyunk Magyarországon. Nem láttam, hányan tették fel a kezüket, amikor az a kérdés hangzott el, hogy megnézték-e a filmet. Én nem tartom ezt a filmet egy olyan
kiemelkedő produkciónak, a saját életemet se gondolnám, hogy az most egy ilyen egyedülálló valami, hiszen én rengeteg olyan embert ismerek, akik nálam jóval többet tettek le az asztalra és nagyobbat alkottak. A siker az nem a filmben lévő nyomásban van, hanem abban a vákumban, amit ez az ország jelent. Az, hogy pozitív és magyar, ez nem jelent meg évtizedek óta. Tudnátok mondani egy olyan filmet, amikor büszkén jöttetek ki egy moziból, hogy egy magyar filmet láttatok, és büszkék vagytok arra, hogy magyarok vagytok. Volt ilyen? Az Egri csillagok. Mikor volt ez a film? 68 körül, igen. Igen. Talán a tenkes kapitánya volt már. Az még egy kicsit korábban volt. De jó, tehát hiányzik, ez a film, ez arra volt jó, hogy egy kicsit talán fölrázza ezt az országot, és rájöjjön arra, hogy itt egy rendkívüli deficit van. Én azt gondolom, hogy az értelmiségnek van egy óriási felelősség ebben, hogy a magyarkodás egy ilyen szitok szó lett. Tehát, hogy Isten igazából nem tudjuk büszkén vállalni a magyarságunkat, ami szerintem egy súlyos hiba és egy méreg. Tehát, ha te nem tudsz boldog lenni a saját hazádba, ha te nem tudsz boldogan magyarnak lenni, ha te ezt nem tudod boldogan megélni, akkor ez egy beteg nemzet. Tehát ez nem egy jó közösség. Itt valamit tenni kéne ennek érdekébe. Ez a film nagyon sok ilyen érzelmet és indulatot hoz a felszínre, és nagyon remélem, hogy lesznek ebbe tovább lépések, mert ezeket a lövészárkokat be kéne temetni. Mert nem fogunk tudni kilábalni ebből a gödörből, amiben vagyunk. Hát nem biztos, hogy pontosan válaszoltam a kérdésre, de folytassuk a következő. De akkor, ha jól értem, akkor te hiszel abban, hogy ahogy egy embernek van lelke, amivel foglalkozni kell, és szelleme, úgy egy nemzetnek is, vagy egy nagyobb, tehát kisebb közegeknek, tehát csoportoknak, vagy a közösségeknek is van közös ilyen lelke, amit ápolni lehet, de hogy ezt nagyobb közösségre is ki lehet terjeszteni, mint például egy ország, vagy egy nép, vagy egy nemzet. Hát, és hogy ezt egészében is érdemes gyógyítani, és lehet gyógyítani? Hát nem, hogy érdemes, hanem ezt mindenki érzi azt, hogy itt a népléleggel elég komoly problémák vannak. Én amikor Japánban voltam, zenéjászatot tanultam, és bekapcsoltam a tévét, akkor azt láttam, hogy a hős japán szamurájok ölik az aljas kínai betolakodókat halomra, és a nap 24 órájában. Amikor Kínába bekapcsoltam a tévét, azt láttam, hogy a hős kínai kungfusok ölik az aljas japán betolakodókat a nap 24 órájában. Az amerikai filmekről hadd ne mondjak semmit. Tehát Hollywood rengeteget tesz azért, hogy az amerikai image, az amerikai állam, az felszínen legyen tartva. Mindegy az, hogy belebuknak a vietnámi háborúba. Tehát csúfosan belebuknak, de megcsinálják Rambót. És van egy hősük. Tehát akármit csinálnak, mindig ki tudnak termelni egy hőst, a kisembert, aki hősként viselkedik, aki megmenti a foglyokat, és valahogy büszkeséggel ki tudnak jönni a legszarabb vert helyzetből. Tehát attól verebb helyzet nincs. Mi ontottuk a hősöket, gyakorlatilag a magyar történelem, a háborúk történelme, tele vagyunk példaképekkel, és egyetlen egyről nem tudtunk filmet csinálni, és nem tudtuk oda tenni, hiszen a film az egy óriási eszköz, tehát ez egy nagyon nagy lehetőség. Én azt gondolom, hogy mi nekünk egy nagyon nagy deficitünk van ezzel kapcsolatban. Mindenki hozzátehetné a magáét, hogy hol csesződött el ez a dolog, ezt én pontosan nem tudom, de én nem akartam így élni. Nem vagyok hajlandó így élni, én szeretem a hazámat, egy fantasztikus történelemmel rendelkezünk. Én úgy gondolom, hogy minden okunk megvan a büszkeségre. Egy csodálatos nyelv az, amit beszélünk, egy egyedülálló nyelv a világon, és én nem tudom magam kifejezni. Egy példát hadd mondjak el. Nagyon nehéz tanítani a lovasi jászatot egy angolnak, mert például ő azt mondja, hogy concentration. A concentration, amikor a figyelem valahova koncentrálódik. De a koncentráció az valahol egy pontot jelent. A koncentrációt én tudom használni akkor, amikor íjászok. Megfeszítem az íjat, és oda koncentrálok a célra.
de a lovasi jászatban már csak az összpontosítást tudom használni. Na most erre viszont nekik már nincs szavuk. Tehát én azt mondom, hogy összpontosítok, az azt jelenti, hogy az összponttal kapcsolatban vagyok. A koncentrációt meghal, mert ha én a célra koncentrálok, elvesztem a kapcsolatot a lóval. Az összpontosítás teszi lehetővé, hogy az összes ponttal kapcsolatban lévő a lóval, a céllal, az íjjal és mindennel együtt létrehozok egy olyan tudatállapotot, amiben a tökéletes lövést le tudom adni. Nem tudom elmondani nekik. És egy csomó dolog. Ha én azt mondom, amikor elindítottam a képzést a gyerekekkel, akkor arra kényszerítettem a gyerekeket, hogy mindig úgy jöjjenek edzésre, hogy van egy határozott kép arról, hogy mit fognak csinálni. Fölállítottam őket, és megkérdeztem, na, te mit szeretnél csinálni? Életében nem kérdezték meg. Tehát olyan oktatáson még nem vett részt, hogy megkérdezték volna, na, te mit szeretnél csinálni? És nem tudtak válaszolni. És konzekvensen nem tudtak válaszolni, akkor azt mondtam, legközelebb lerajzolod, és jössz egy A4-es lappal, ahol lefested szépen, ahogy elképzelted magad, hogy mit csinálsz. Képzelet nélkül lehet képezni? Képtelenség. Így van? Így van? Tehát a magyar nyelv az egy csoda. Tehát ebbe fürdeni, ebbe a kultúrába, ebbe egy iszonyatos jó dolog. És mit csinálunk? Ilyen fél angol. Nem tudom, tehát ha megfigyeltek a menedzsereket, hogy azok hogyan beszélnek, akkor fele angol, nem tudom, nem tudja, hogy kifejezni magát. Kizárt dolog. Tehát ez egy rendkívül színes összetett nyelv. Képesség, képzés, képtelenség. Tehát ebben bent van ebben szóval. Tehát el tudok indulni a gyerekkel egy olyan, hát a magyar gyerekkel, magyar nyelven úgy föl tudok építeni egy rendszert, amit sehogy a világot verik jelen pillanatban. Tehát 2 évvel ezelőtt csináltunk egy világbajnokságot, 22 ország vett részt, 60 versenyzővel, ahol 9 magyar indult, és hát ennek a 9 magyarnak az volt a feladata, hogy ott oda nagyon ne ékelődjön be senki. Hát az a 9 első helyett, ott lehet egy szünet, egy elég nagy szünet, és aztán utána jött a nemzetközi stáb. Most még egyelőre mi ebben nagyon erősek tudunk lenni, azért, mert egy nagyon szélesen tudunk erre a kulturális talajra támaszkodni. Tehát nagyon fontos, hogyha te rá tudsz támaszkodni a saját kultúrádra, akkor nagyon nagyot tudsz rugaszkodni. Egy ingoványról nem tudsz akkorát dobbantani, mint egy szilárd kultúráról, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szilárd kultúra, csak nem használjuk. Nem használjuk a nyelvünket, nem gondolkodunk a magyar nyelven, és Isten igazából nem szeretjük a hazánkat, nem szeretjük egymást, tehát kialakult egy ilyen nihil ebbe az országba, amivel én minden erőmben szeretnék változtatni. Én szeretem a hazámat, én fürdök ebbe a kultúrába, és akárhova utaztam a világ bármelyik részére, én megálltam a helyemet. Én nem éreztem azt, hogy többek lennének nálam, vagy nekem egy kisebbségi érzésem kellene, hogy legyen, mert én képességekben, vagy bármivel ellenék maradva. Tehát én mindenütt nagyon jó boldogultam, és mindenütt erre a kultúrára tudtam támaszkodni. Nem tudom, mennyire válaszoltam a kérdésem. Egy kicsit összehoznám most már a férfi értékekkel ezt a dolgot. Úgy tűnik, hogy szitok szóvá vált majdnem minden, ami az erő, a hatalom, a győzelem, a racionalitás, a hideg számítás például, vagy tehát minden ilyen az úgy, mint a divatja múlt lenne, ugye ezt mondják ma a magazinok, és sokkal inkább női tulajdonságokat kellene képviselni, ami az empátia, a befogadás, a kicsit puhábban való értelmezése a dolgoknak. Valójában most egy kicsit belemegyünk ebbe, hogyha ugye te hoztad errefele ezt a dolgot, és én mint közgazdás szeretnék erre reagálni, hogy én úgy látom, és erre kérném a te reakciódat, hogy ezeket az országokat, ugye mondjuk kelet-közép-európai országokat mindenképpen pacifikálni próbálják. Ez az általános pacifikálás ez arról szól, hogy a legkülönbözőbb történelmi szituációkban, ahogy szokták mondani, mi nem az íróasztal fiókos oldalán ültünk, hanem a másik oldalon, és akik a fiókos oldalán ültek, ők pacifikálnak bennünket, mert azt gondolják, hogy ha ezekre az ősképekre támaszkodunk, és megtartjuk az erőnket, akkor mindenképpen revizionista, meg mindenféle ista emberek leszünk. Ennek viszont áttételesen a férfi értékekre is nagyon erős tompító hatásuk van, hiszen mindenféle dolgot, ami kellene a mindennapi életünkbe ahhoz, hogy hozzánk csatlakozni tudjon egy nő, vagy hogy mi alapját képezzünk egy családnak, az ugyanebből a gyökérből tud táplálkozni. Hogy látod-e te ezt az összefüggést, illetve
mit szólsz ehhez? Ez most egy kicsit a történelemmel való összekeveredése, mert ha már itt vagyunk, akkor keressük meg egy kicsit ennek az okát. Hogy lehet ezt úgy csinálni, hogy ne lássanak benne veszélyt, mert úgy látom, hogy azért látnak ebben veszélyt, minden, ami ezt az erőt megpróbálja meghozni, mert akkor félnek, hogy itt megint háború lesz, ugye ez egy általános probléma. Holott ugye ez a fajta erő, hogyha kimegy, akkor a családokból is kimegy. Mindenhonnan kimegy ez az erő. Hogyan lehet ezen órá lenni? Ezt keressük. Hát ez, ez semmi új nincs ebbe. Mao Tun az első igazi nagy hun fejedelem, ez Krisztus előtt 200-zal zajlik. Most nem mesélem el az előzményeket, hogy hogyan lett az apja a razori néphez adja zálogba. Nagyon sok gyereket adtak úgy ellenséges népekhez, hogy nevet föl az én gyerekemet, és hogyha ez a gyerekem ott van nálad, akkor én biztos, hogy nem foglak megtámadni. Hát az apa meg akart szabadulni ettől a gyerektől, és megtámadta ezt a népet, abban reménykedve, hogy majd jó megölik ezt a fiút, mert neki egészen más elképzelése volt az utódlásról. De ez egy iszonyatosan rátermett srácot megszökött. És miután túlélte ezt a cirkuszt, az apja, hogy mentse a becsületet, adott neki egy tüment, az 10 000 harcos jelent. És ez a srác úgy nevelte fegyelemre a katonáit, hogy arra, amire a zengő nyilát kilövi, arra nekik azonnal rá kellett lőni. Kiment a legelőre, kiválasztotta a legszebb lovát, és repült a zengő nyíl. Hát páran gondolták, hogy hát ez hülye, kedvenc lovát biztos, hogy nem lövi le. Na, azokat ott lefejezte. Akkor mentek tovább. A lényeg az, hogy utoljára az apjára lőtte ki a zengő nyilat, aki el akarta tenni lábbal, és akkor már mindenki lőtt. Akkor tudta, hogy megvan a sereg. És a következő akció a kínaiakkal volt. A kínaiak követeket küldtek, és azt mondták, hogy Mao Tun, van nektek az 1000 lít futó lovatok. Ezek az ahatakini lovak ősei, akik ott voltak. Ezt a legjobb lovatokat adjátok nekünk. Összehívta a fiatal királya vének tanácsát, és megkérdezte tőlük, hogy mi a véleményetek. Azt mondta, hogy szó se lehet róla. De megalázó. Hát hogy képzelik ezek a kínaiak, hogy a legjobb lovunkat odaadjuk nekik? Nemet kell mondani. Ide figyeljetek. Van 1000 ilyen lovunk, vigyék. Na jó, elvitték a lovat. Jöttek vissza a kínaiak. A diplomácia mindig ilyen puhatolózás volt. Puhatolóztak. Ha könnyen adtak, akkor gyenge volt az uralkodó. Ha nem adott, akkor el kellett gondolkodni. De ha odaadott mindent, akkor azért adta oda, mert fél. Nem akar konfliktusba keveredni. Hát vigyék, hát most nem akarok veszekedni egy ekkora birodalommal, mint a kínai. A következő delegáció feleségét kérte, az egyik legjobbat természetesen. Összehívta a vének tanácsát, kikérte a véleményüket, mi legyen. A vének azt mondták, hogy figyelj, de hát ez már vérlázító. Hát csak nem adod oda a legszebb nőt Kínába. Több 1000 ilyen csaj van, vigyék. A kínaiak megdiskurálták a helyzetet. Odaadták a legjobb lovukat, odaadták a legjobb nőt, ezek fosnak. Kérnek. Ezek mindent oda fognak adni. Megy a következő delegáció, azt mondja, hogy figyeltek ide, köztünk van ez a senki földje, Isten igazából sivatag, se ti nem használjátok, semmi nem, de jó lenne az, hogyha odaadnátok nekünk, és pár száz kilométerre a határt ki tudnánk szélesíteni. Megkérdezte a vének tanácsát, na, mit gondoltok erről a dologról? Hát szart nem ér az a terület. Tényleg sivatag, adjuk oda nekik. Hát ki gondolja azt, hogy adjuk oda nekik? Jelentkeztek, na ott helybe levágta a fejüket. És azt mondták, hogy a hazából egy négyzet centimétert se. És aki nem követ szaporán, az a halál fia lesz. És neki ment Kínának. És úgy megverte Kínát, míg jég a határt. Hát ez egy uralkodó. Nem tudom, mennyire válaszoltam. Yeah.
a kínaiak azok mindig, természetesen ez mindig egy irány, mindig a pacifizmuson keresztül, mindig a férfi erőnek a lágyításán keresztül, tehát a diplomáciának ez a lényege. Hülyék vagytok, ti mit szívóskodtok itt? Egy kicsit lazábban, nem kell komolyan katonásdi meg, éljetek a mának, viruljatok, vitték a sejmet, vitték na most ezt kit a történetet mesélek. Hát ezek mind ilyen zsúnya rasszista dolgok. Anakarkisz nevét nem tudom, hogy hallottátok-e, a hét görög bölcs közt van, de ez egy szkíta volt. Egy nagyon nagy gondolkodó volt, és nagyon sok gondolkodó volt szkítiai Görögországban, hogy ezek a szkíta ősök milyenek voltak, talán egy mondás jellemzi, azt mondták a görögök, hogy többre mentek a szkíták azáltal, hogy nem ismerték a bűnöket, mint a görögök azzal, hogy annyit tudtak az erényekről. Hát azért most az őseinkről beszélünk. Ez az Anakarkisz, ez nem csak egy nagy gondolkodó volt, hanem hát elkezdte fölvenni a görög szokásokat. Görög divat szerint kezdett el öltözködni, lazított valamelyest az erkölcsökön, amik sokkal szigorúbbak voltak a szkítáknál, és Saul királynak a fülébe jutott, elment, és nagyon egyszerűen lenyilaszta Anakarkiszt. Mert eltért a szokásoktól, és ez megengedhetetlen. Tehát minden nép védi a saját kultúráját, védi ezeket az energiatereket, azt az erőt, amit a férfi, a saját kultúra, és az, amit le akarnak gyengíteni, azt elveszíti. Ezt lehet ezt így úgy magyarázni, de ha te elveszted ezt az energiádat, akkor neked véged van. Akkor azt csinálnak veled, amit akarnak. Ez a lényeg. Most kérdezném meg azt, hogy ugye mindenhol azt olvassuk, hogy most egy másfajta férfira van szükség, mert más világot élünk, változott, nagyot változott a világ. És hogy igaz-e az, hogy lényünkben meg tudunk, vagy meg kellene változni, nem viselkedésünkben, nem eszközhasználatunkban, hanem mint férfi, meg lehet-e változni, meg kell-e változni. A mai, érintettük ezt a mai kort, hogy ma milyen férfire van szükség a 200 évvel ezelőttihez képest. A belsőre gondolok. Hát én ezt nem gondolom, hogy ezek az értékek, ezek így pár száz évente billegnének, ez szerintem több ezer éve ugyanaz. De az tény és való, hogy a férfi tartalom az megváltozott. De nem azért változott meg a férfi tartalom, mert ezt kitalálták, hogy egy másfajta férfire van igény, hanem én azt gondolom, hogy minden férfi tulajdonság szerzett tulajdonság. Tehát amíg a nőnek születik, és vele születnek a női tulajdonságok, és attól kezdve, hogy életet tud adni, tehát egy gyermeket világra hoz, és egy gyermeket fel tud nevelni, ettől a női pálya tiszta és világos. A férfi viszont ideológiát teremt. Egy ideológiát, ami mellett ki kell, hogy tartson ez a férfi. De a tulajdonságaiban viszont szerzett tulajdonságok vannak. Tehát az, hogy megszületik egy hím, az még nem biztos, hogy férfi lesz. Na most ezt minden arhaikus társadalom tudta, mert minden arhaikus társadalomban férfi válvatási szertartások voltak. Ezek nagyon gyakran halálos kimenetelű szertartások voltak, de mindenkoron jelezték, hogy te most leszakadsz a gyerekkorról, leszakadsz az anyáról, és ettől a pillanattól kezdve te férfi vagy, az kit a gyerekeket egy késsel kirakták a pusztába. Aztán aki visszajött, az férfi volt, aki meg nem, az síratta az anyja. Tehát valahogy jelezte a társadalom, hogy te férfi vagy, és neked meg kell tanulni ellenállás irányába haladni. És nem szabad mindig a könnyebbik utat választani. Na most a mai korban természetesen alakulnak ki azok a helyzetek, hogy a nemek közti különbségek elmosódnak, hiszen nincsenek különbségek. Tehát ha belegondoltok, akkor az óvodától az egyetem elvégzéséig gyakorlatilag egy nővel végig tudod járni az iskolákat, és nincs külön nevelés a férfiaknak, és nincs külön nevelés a nőknek, semmi. Hát ez semmi. Tehát ha egyszer 20 évesen kikerülsz az egyetemről, és ugyanazt csináltad végig, mint egy nő, hát akkor mivel különbözni tőle? Nincs különbség. A férfi az sokkal nagyobb fizikai terhelést igényel a koragyermekkorban,
van az életének egy olyan szakasza, amikor teljesen fölösleges iskolába cipelni, mert neki fára kéne mászni, meg csúszdízni kéne, meg nem tudom, mit kéne csinálni, ahhoz, hogy egészséges legyen, aztán egy idő után majd behozza ezt a dolgot, de azokat a képességeket, azokat a fizikai képességeket, amit akkor és a fizikai képességen keresztül lelki és szellemi képességeket, az később már nem fogja tudni behozni. És hát ez a társadalom ebbe szenved, hogy a férfivá válás korai korszakai kimaradnak, ezek a beavatások kimaradnak, a valódi gyerekkor, és aztán ilyen férfi klubot csinálunk helyette majd. Ez egy valódi kérdés egyébként, mert ugye ha te életedet összehasonlítjuk mondjuk a városi emberek életével, akkor mégiscsak az látszik, hogy sokkal nagyobb tudatosság kell a mai férfiak számára, hogy a saját férfi életüknek az energetikai hátterét megteremtsék és fenntartsák. Tehát, hogy olyan életet éljenek, olyan gyakorlatokat végezzenek, olyan fajta dolgokba kapaszkodjanak a panelháztól, a bármilyen más ilyen városi, a dugóba való ülés közben, vagy azon túlmenően hajnalban, vagy este. Tehát egy olyan fajta tudatosságot és szándékot igényel, amit korábban az életmód miatt nem kellett az a szándéknak megvenni, az életmód magával hozta azt, hogy neki ezeket a gyakorlatokat el kellett végeznie, mert hogy enni kellett adni az állatoknak, meg egy csomó ilyen férfi munka volt. Hogy ma hogy látod ezt ugye abból a pozícióból, ahogy te élsz, mert te nyilván meg tudod élni ezeket, és mi meg azon dolgozunk, hogy mi magunk hogyan tudjuk ezt az erőt valamilyen módon elindítani egyáltalán, magunkba megtartani. Mert hogy ugye a férfiaknál akkor van probléma a férfiaválással, ugye egészen addig úgy fejlődnek, mint ahogy te mondtad. Ugyanúgy kalandoznak a nők is, mint a férfiak, egyetemeket járnak, nyelveket beszélnek, és az a probléma, hogyha a férfi nem járja be a férfiaválás útját, a nő meg egyből nővé tud válni akkor, amikor ő gyereket akar szülni. Azt mondja, hogy eddig kalandoztam, meg motoroztam, mindent csináltam, de most gyereket akarok, és te, aki addig ugyanazt csináltad, amit ő, de nem férfiként, hanem egy ilyen semleges emberként, hirtelen előáll az igény, hogy te férfiként állj mellette. Abban az időszakban, amikor ki kell neked magad szolgáltatnia, hiszen otthon kell maradni a gyerekekkel az elején, rengeteg konfliktus lesz, hogy az az ember, aki sose gondolta arra, hogy ő férfiként hogy kell helytálljon, az egyik pillanatra másikra megjelenik az igény felé. Tehát jóval hamarabb kell ezt elkezdeni, annak ellenére, hogy városban lakunk, annak ellenére, hogy olyan életet élünk, amilyet. Ezt keressük, mert ha erre nem készülünk fel, akkor amikor üt ez az óra, ugye ma a válásoknak a zöme 50% fölött van a válások aránya, tehát többen válnak el, mint nem, és mind a gyerekek kisiskolás koráig megtörténik. Tehát az első 3-4 évben már úgy tönkre megy a házasság, tehát az apává, anyává válás közben, hogy utána még 1-2 évig húzzák, és 5-6 éves korában már el is váltak. Tehát az iskolás lányomnak, az osztálytársainak a zöme, meg ezt látom mindenhol, a kisiskolásoknak a szüleinek a zöme elvált. És ez ezzel van összefüggésben, hogy a legelső próbatételnek nem tudnak megfelelni, amikor végül is egy férfira és egy nőre lenne szükség. Egészen addig, ameddig csak együtt járnak, meg búvárkodnak, meg minden, nem férfi meg nő, hanem két jó barát, akinek ellenkező a neme és egymásnak tetszenek, az úgy elég. De egyszer csak nem lesz elég. Visszatérve az eredeti kérdésre, mégiscsak városban élnek a legtöbben, hogy onnan nézvést úgy tűnik-e, hogy sokkal többet kell ma tenni tudatosan, hogyha férfivá akarunk érni, mint régebben, amikor az élet maga kikövetelte ezt tőlünk. Nincs olyan módszer, ami a zuszás oktatásban a vizet helyettesíteni. Tehát... Én azt gondolom, hogy a tradicionális férfi-nő kapcsolatok, azok tradicionális életre alapozódtak. És a tradicionális élet, én egy tanyán élek, 15 hektárot, vannak bivajok, szürkemarhák, lovak, mindenféle állat van, és hát ott az én párom, az, tehát ott egy férfi az a nőt kiméli, tehát a nő az bemenekül a konyhába. Tehát én nem tudom azt mondani neki, hogy drágám, jön az állatorvos, le kell kezelni a,
a bivajt és egy végbél beöntést kell neki adni. Én addig eltörölgetek. Vagy jön a kovács, itt van ez a 12 ló, föl kell venni a lábát, én leportalanítom a polcot addig, amíg te ezt megcsinálsz. Jókat nevetünk ezen, vagy te kihordod a trágyát, amíg én gyorsan egy rántottát elkészítek itt reggelire. Tehát mosolygunk ezeken a dolgokon, mert félted, véded, és nyilvánvalóan most én hoztam két üszőt, ezt a két üszőt készhez kell szoktatni, hát nyilvánvalóan nem a 40 kilós kedvesen fogott velük birkózni, hanem én birkózok velük. Ő viszont ott van a konyhakertben, elvégzi azokat a munkákat, és tökéletesen kiegészítjük egymást. Tehát nem felcserélhetőek a szerepek. Felcserélhetőek lennének. Én egyszer nem akarom megbántani, nagyon régen történt. Egy csikós lányt láttam egy kokkötösön. Egy meseszép látvány, gyönyörű nő, lobogó szőke haj. Fönnáll a két hátsó lovon és hajt. És egy idilli látvány volt tényleg. Egy gyönyörű nő áll a lovon, lobog a szőke haj a szélbe, és mikor így elvágtat előttük, azt mondja, hogy jöjjön! Eleje! Rászólt a lóra. Hát valamit veszített nőiességéből. Tehát nem nagyon cserélhetőek föl ezek a szerepek, a sérülés nélkül nem, én azt gondolom. A másik kérdés meg, hogy szerintem külön kell bizonyos dolgokat tárgyalni, mert az, hogy ennyi házasság fölbomlik, ennek több oka van, én szerintem. Ugye kétféle kapcsolat létezik, talán az indiaiaknál van az ellenpélda, ahol már eldöntik a szülők, hogy összeadják a gyerekeket, bemutatják kisgyerekkorban egymásnak, és elindul egy kapcsolat. És ezek általában hosszú távon, ott se jobbak a házasságok, mint itt. Tehát senki ne higgye, hogy ezt valaki megoldotta. Tehát ez egy megoldásra váró probléma, hogy hogyan lehet egy életet együtt leélni, vagy hogyan lehet leszerveződni ezekre a feladatokra. Tehát most nincs egy olyan ötlet, ami így kell csinálni, és akkor itt minden kapcsolat egy csapásra megoldódik. Viszont ők lent kezdik. Lentről indul. Az ismeretlenségből indul. Onnét indul egy kapcsolat, hogy nem tudom ki a másik, valamit föl kell építsek. Onnét indul a házasság. Itt a nyugati világban a házasság föntről indul, a buliból indul. Moziba megyünk, elmegyünk étterembe, nyaralni megyünk, édesen éljük az élet habos oldalát. Majd jönnek a hétköznapok. Tehát valahonnét föntről indul a dolog, és hát a hétköznapok azért azt nem lehet folytatni. Tehát ahol az udvarlás tart, és én a kedvesemet étteremről étteremre, színházból színházba, és különböző nyaraló helyekre, pénztárca függő természetesen, hogy hova viszem, de mindenhonnét valahol nagyon magasan fönt kezdjük. Na most ehhez képest a hétköznap, amikor elkezdünk egy családot megalapítani, és le kell osztani a házi munkát, hogy kiviszi le a szemetet, az mindenképpen szerintem egy visszalépés. Tehát két irányból indulunk el. A másik dolog meg a kapcsolatokban, én nem gondolom azt, hogy egy férfinő kapcsolatnak örök életűnek kell lenni. Tehát valami miatt én ezt nem így érzem. Talán azért, mert nem sikerült megvalósítani nekem se ezt a dolgot, annak ellenére, hogy határozott célom volt. Én azt látom, hogy itt kötődések vannak. És azt az időt kell nagyon tisztességesen eltölteni, amíg ez a kapcsolat ez elrendelt és együtt vagytok. Nem feltétlenül tart örökké, nem tudjuk meddig tart, valameddig tart. Én fontosabbnak tartottam a szeretetet, mint az együttlétet, és amikor már úgy éreztem egy kapcsolatban, hogy ez a kapcsolat már lejárt, már nem tudunk egymásnak adni, nem, hogy nem tudunk egymásnak adni, hanem inkább visszahúzó erővé váltunk, akkor fájó szívvel, de józan ésszel ezt a kapcsolatot felszámoltuk, és a szeretet az megmaradt, és én nagyon jó szívvel gondolok vissza előző kapcsolatokra, de nem lehetett már fönntartani. Tehát ezek nehéz kérdések. Tehát nincs olyan titkos recept erre, hogy... És én nem merem azt mondani, hogy ezt így kell csinálni. Hosszú az élet. Hát nagyon hosszú. Hosszú. Én egy
Én nem tudom, miért gondolom azt, én úgy tíz év az nagyon hosszú idő. Hát régen azért meghaltak. Régen belehaltak. Tehát elvitte a háború, elvitte a betegség, szóval más volt a dinamikája ezeknek a kapcsolatoknak. Most egy életet együtt leélni, az gyerekek, az lehet 70 év is, az kicsit hosszúnak tűnik nekem. Én most, és kövezzetek meg ezért a dologért, de nem tudom, mert nincs erre egy ilyen recept, nekem egy ilyen nagyon erős 10 éveim vannak eddig. Nagyon jó kapcsolatokban. Ezt a nőknek nem fogjátok levetíteni, ugye? A YouTube-on nem tudom, hogy elkezdtél szűrni. Hát igen, föntről indulunk, és hát ennek már ezt nem lehet. Tehát annyira föl van most fokozva az esküvő, ezek a nagyon nagy cirkuszok, hogy utána nehéz hétköznapokat elkezdeni. Ott se könnyű, tehát amikor eldöntik gyerekkorban, hogy ki lesz, tehát az egy másik tészta. Isten igazából, hogy nagyon sokat utazom, én nagyon sok időt töltök el Közel-Keleten, vannak mindenhol barátaim, Katarban, ott négy felesége van a barátomnak, hát azok is próbálkoznak mindenfélével. Nem tudom. Örülök egyébként, hogy az elején azt mondtad, hogy az úszás oktatásnál nem hiányolható a víz. Ugye, tehát én arról szoktam írni nagyon sokat, hogy a férfivel csak az éles élet tehet, az édes élet nem, ugye erről is van szó, a fönt meg lent. Tehát, hogy mégiscsak meg kell találni, csak vissza akarok egy kicsit térni, de nem muszáj minden áron visszatérni erre, hogy én azt gondolom, hogy a munkahelyen eltöltött idő az nem az éles életnek csak egy kicsi része, hiszen azért dolgozunk, azért keresünk pénzt, hogy egyébként az életünk igazi részében kezdhessünk valamit. Tehát valamit a saját életünkkel tudjunk tenni. És hogy abban milyen próbatételek, hogy hogyan élünk éles életet ma, hogyan lehetne éles életet élni, mert ma túl sok a csábítás. Ugye először is a munkahelyeinken oda-vissza úttal együtt mindenki nagyon-nagyon-nagyon elfárad. Ezen túlmenően tényleg fáradtak, de inkább pszichésen vagyunk fáradtak, frusztrált mindenki, és úgy érzi, hogy neki pihennie kell, és ezért van az általános pihentetési vagy pihenési vágy, hogy valamilyen elnyújtózva valamit csináljunk. És közben megszűnik, mert ugye az vagyunk, amit megteszünk. És ezért megszűnünk létezni, mert a munkahelyen általában valaki megmondja, hogy mit csinálunk, és ezt utáljuk, meg mindenre megcsináljuk. Majd a többi életünk többi részében nem nagyon csinálunk semmit a városban, ugye ez egy nagyon komoly probléma. És mégiscsak az éles életet kéne élni. Ki kellene menni, emberekkel kellene kapcsolatba kerülni, valamit csinálni kéne, aminek van kétkezi munkát, aminek van produktuma, ugye nagyon kevés. Ugye lehet, hogy majd csinálunk ilyet, nekem óriási tapasztalás volt, egy ilyen családos táborba szoktunk elmenni gyimesekbe minden évben, és ott jött egy fafaragó ember, és hozott mindenféle eszközöket, és hogy én magam kifaragtam egy gyönyörű faragott széket. És azt hittem, hogy az csak az ultra doktorok tudják kifaragni, közben én magam is ki tudtam faragni egyből, fantasztikusan. És hogy olyan élmény az, hogy kijön valami a kezem közül, azután a sok számítógép meg egyéb után, nyilván nekem is vannak most gyümölcsfáim, meg elég sok kertészkedni valom, azért nem ilyen sok állattal, meg egyéb ilyen dologgal, de ilyen városihoz képest úgy valamelyes. De mégiscsak meg kell találnunk az éles életbe való próbatételeket, aminek a gyümölcsének örülni tudunk. És hogy ezt úgy is meg, de vizet kell találnunk. Ugye? Hogy tudunk vizet találni? De ugye ez egy visszakérdezés. Mentő kérdés egyébként, mert a végén azért a nők fele kalandoztunk el, hogy most hogy választanál nőt? Ezt nem vetítjük le. Mert ez egy fontos kérdés, hogy mennyi az ész és mennyi a... Ezért nem engedted be a Vandát. Kértem, mennyi az ész, a párom legalább hadd jön be, mondta, hogy nem jöhet. Tehát most ott kinnül, nyugodtan tudunk beszélgetni ezekről a dolgokról. Más gondolok én azt gondolom, hogy nem vesz, egy békát meg lehet főzni. De a forró vízbe bedobod, akkor kiugrik. És ez egy nagyon fontos hatás. Tehát, hogyha lassan adagolják a mérget, akkor elfogadod. És ha végignézitek ezt a 25 évet, hogy a kereskedelmi tévézésben mi zajlott le, akkor itt a béka megfőzése gyakorlatilag. Tehát a szart szépen lassan adagolták,
olyan szépen, hogy már lassan megszoktad. Látod győzikét, és nem is tűnik föl. Látod ezeket a celebeket, ezeket az ótvar sorozatokat a televízióban, és már legyintesz rajt, pedig borzalom, én azt gondolom. Tehát itt nem ártott annyit ennek az országnak a politikai ármány, mint amit a kereskedelmi televíziózás. Lecserélünk dolgokat, például hogy élj a mának, az nem így hangzik, hogy élj a mának, az így hangzik, hogy élj a mában. És ez egy kis különbség. De fordítsuk meg, egy picit csavarjunk ezzel, mert én azt mondom, hogy élj a mában, ennek van jelentőség, de azt mondom, hogy élj a mának, ez kicsit más. Vagy azt mondom, hogy légy hű önmagadhoz. Hát ez milyen jó hangzik, nem? Hát mindenki legyen hű önmagához. De szerintem meg nem. A hűség az valami rajtam kívüli dologhoz kell, hogy csatlakozzon. Például legyünk hűek az igazsághoz. Vagy hazádnak lendületlenül légy híve, ó magyar. Tehát betesznek ilyen kis csűrcsavarokat, és úgy szépen lassan az emberek át vannak kódolva, úgyhogy észre se veszik. De ezek nem jó irány. Hát nem magatokhoz legyetek hűek. Legyetek hülyek az igazsághoz, és mindig keressétek az igazságot, és ez egy elv lehet. Most én csak azért mondom ezeket a dolgokat, mert mi az, amit egy férfi egy panellakásban is meg tud csinálni? Referenciapontokat keresünk. Hát ez fontos. Ez fontos. Én látok nagyon sok ilyen kis csűrcsavarosdit, amit egyszer csak így Győzikével becsúszott az éterbe, és aztán így elkezdett megszokottá válni, és aztán azt gondoljuk, hogy úgy van, egy frász. Nem. Nem, és én azt gondolom, hogy ezek az életnek nagyon lényeges kérdései. Hogy terjesszünk drogot? Mi a bomba biztos trükkje a drog terjesztésének? Nem. Favorizálni kell a szupersztárokat, akik drogosak. Egy drogos szupersztár. Ettől jobb reklám létezik? Nincs. Mindenki tudja, hogy a drog szar, és meg fogja ölni, de ott van az a szupersztár, hogy drogos, és szeretjük. Szívja a cigit, és megvan. Ettől nagyobb reklám létezik? Szupersztár. Tehát nem úgy hívjuk, hogy valaki, hanem ők a szupersztárok. El tud terjeszteni a legnagyobb métejt a világon. Ez egy trükk? Szerintem igen. Na most, hogy milyennek kell lenni egy férfinak? Szerintem olyannak, aki ennek ellen tud állni. És azt mondja, hogy hát kicsi fiam, nem a mának kell lenni, hanem a mában. Nem önmagaddal kell itt szarakodni, hanem ami önmagadon túlmutat, arra kell figyelni. Szerintem alapvetően ezek a férfi törekvések. A férfi az, aki önmagán képes túlmutatni, hiszen egy nő képes önmagán túlmutatni. Képes világra hozni egy életet. képes fölnevelni, és mindennel fel van ruházva, ami ehhez kell. Az állatvilágban nehogy azt gondoljátok, hogy a méneseket a vezérmén vezeti. Ott egy kanca vezet. Egy kanca. És még egy dolgot elmondok, csak az ember képes egy idiótát követni. Csak az ember. Az állat nem. Az állati közösségekben, mondjuk a lovak, egy ménesben, főleg a szabadon élő ménesekben a legrátermettebb és a legalkalmasabb mindig a vezető. Tehát az állatvilágban mindig a legrátermettebb, mindig a legalkalmasabb. Csak az ember képes egy idiótát követni, egy hülyét. Sokaktól megkérdeztem, mi a férfi kisugárzás kép? Miből táplálkozik a férfi kisugárzás? Azért érdemes erről beszélni, mert magukat akarok ültetni az emberek fejébe, mindenki keresi ezt, hogy az honnan táplálkozik. Mert ugye a kisugárzás az már valaminek az eredménye, nagyon sok mindennek az eredménye, ami csak úgy van. De mégis mi mindennek? Pár dolgot, ha mondasz erről. Hát szerintem ugyanabból, mint a női kisugárzás. Kisugárzás és kisugárzás között szerintem nem lehet különbség. A kisugárzás alatt szerintem valami olyan dolgot értünk, ami a lényünkön túlmutat. És egy nőben is az ember, mindig azt mondjuk, hogy a kisugárzásod az, ami,
megfogott bennünket. De szerintem ez a... Körülírod tulajdonságokkal, hogy mégis milyen lábakon áll egy férfi kisugárzás. Tehát azt mondják ugye, hogy meg neki támaszkodik két ember a bárpultnak, és az egyikről rögtön tudod, hogy ő egy férfi, a másikról meg rögtön tudod, hogy nem. Ugye, te nem szóltál hozzá, nem ismered őket. És hogy mi lehet az a háttértartalom, ami miatt ez így... Nőkkel ugyanez van, csak az biztos nőies. Tehát azért férfias és nőies jelleg azért eltér ebben a dologban. Hát nézd, ezt nem igazán... Nagyon keveset tudunk. Isten igazából meg tudná valaki nekem mondani azt, hogy mi az, hogy akarat erő? De nem, maga az akaraterő. Az, hogy ez már egy akaraterő, hogy ez mi? Cél érdekében mindent elkövet. Amikor az ember a saját magára egy kitolja. De nem, maga... De maga az akaraterő. Értem, most itt dolgokat mondtok itt, de hogy mi az akaraterő? Mi az maga az, hogy akaraterő? Hát így van. Tehát de ennek az egész dolognak, egyszer tőlem megkérdezte egy riporter is, hogy fú, Kassai úr is, hogy rendkívüli akaraterőre volt szükség ahhoz, hogy mindezt elérje. És nincs nagy akaraterő. Én nem rendelkezem nagy akaraterővel. Nem tudom, miért gondolják azt, hogy ehhez, amit elértem, nagy akaraterő kell. Én egész egyszerűen szeretem azt, amit csinálok. Tehát én soha nem ér. Akaraterő az kellett volna, hogy odafigyeljek matematika órán, de kurvára nem ér nekem. Én bennem nincs akaraterő. Egyszerűen annyira vonz az a dolog, amit csinálok, annyira szeretem, hogy egyszerűen elrepül az idő, elrepül az életem, azt csinálom, amit szeretem. Iszonyú kemény munkával, vérrel, verejtékkel, de szeretem csinálni, és ez hogy akaraterő, ez nem igazán merült föl az én pályámon. De egy érdekes kérdés ez, hogy akaraterő, szerintem nem tudjuk. És konkrétan nem fogjuk megválaszolni, egy csomó dologra nem tudunk választ adni, ami szerintem nagyon lényeges lenne az életben, ez biztosan nem. Hogy miből táplálkozik, mert most föltette egy olyan kérdést, hát nézd, a szimpátia, unszimpátia, hogy ez honnan ered, de van ember, aki szimpatikus, és van ember, aki nem szimpatikus. És ugyanez az állatoknál is, ugyanez a helyzet, hogy én egy lóval fel tudok építeni egy kapcsolatot, egy másikkal nem tudok fölépíteni. Valami miatt nem. Tehát egy idő után, aki rengeteget foglalkozik állatokkal, ráérez ugyanarra a szimpátia, unszimpátia, de hol a gyökere? Tehát ezt nem lehet tudni. De van az egy hullámhosszon van lenni, ugye? Vagy nem lenni egy hullámhosszon, egy húron pendülni, ugye? Tehát én azt látom, hogy a templomban, amikor leülnek az emberek, akkor legalábbis az én saját magam filozófáltam erről, ők azért énekelnek az elején egy pár éneket, hogy egy hullámhozra kerülnek. Tehát egy közösséget hoznak létre a közös énekléssel, és utána meghallgatják, hogy mit mond aki éppen a beszédet tartja. És ez vagy, ugye, és a közös énekléssel sikerül ez. És a szimpátia az valami ilyesmi lehet, hogy nincs ez a közös éneklés, vagy éppen elkezdődik valami, és az vagy ki tud alakulni, vagy nem, mert valami... Tehát ha saját magamból látok viszont a másikból valamit, akkor az lehet, hogy szimpatikus lesz. Hogyha semmit nem látok vissza a másikból saját magamból, akkor nem. Itt is van valami közös, azért gyűltünk itt össze ma, mert van bennünk valami közös mindenképpen. Hát jó, de egy csomó dolgot nem... Annyit beszélünk a szeretetről például. Tehát... Amit nem ismersz, ezt nem tudod szeretni. Ha én azt mondom, hogy szeretem Jolánt, akkor én nem mondok ezzel igazat, mert Jolánnak kell azt érezni, hogy én szeretem. Azt neki kell kimondani. Egy párkapcsolatban másiknak kell kimondani. Tehát azt, hogy én szeretem a lovaimat, ezt neki kell érezni. Nem nekem. A szeretet. Tehát annyit beszélünk a szeretetről, azért beszélünk ennyit a szeretetről, mert nagyon nagy a hiány. Tehát mindig arról pofázik az ember, ami nincs. Tehát azért hallod mindenit a szeretet, már az univerzumot, mindent a szeretet működtet, ezt hallom. És közben nem ezt látom. Azt látom, hogy egy nagyon nagy hiánycikről van szó. Nehéz. Hát szeretni. Amit nem ismerek, azt nem tudom szeretni. Hát ha nem ismered a lovat, azt nem tudod szeretni. Nem tudsz megadni neki mindent. Ez egyik. A másik pedig az érzelmeink nem állnak akaratlagos befolyásoltság alatt. De te nem tudod eldönteni, hogy mától kezdve szerelmes vagyok Erzsibe.
ezt nem tudod eldönteni. És ha szerelmes vagy, ha fülig szerelmes vagy, nem tudod eldönteni, hogy holnaptól meg már nem vagyok szerelmes. És hogyha föltesszük ezeket a valóban komoly kérdéseket, és ezekre nem tudunk válaszolni, akkor el kell gondolkodni. És újra kell konstruálni ezt az egészet. Most egy olyan dolgokról beszélünk itt a férfi létről, az baj, hogyha ezen el kell gondolkodnunk, hogy mi a férfi. Ezt úgy meg kell élni. És soha nem gondolkodtam ezen, amíg nem kértek fel erre az előadásra, de hát köszönöm, hogy fölkértél, mert legalább elgondolkodok ezeken. Kisugárzás meg ilyeneken, ez annyira nem foglalkoztatott ez a dolog, meg hogy a férfi lét miben. Én azt gondolom, hogy a férfi tulajdonságok szerzett tulajdonságok, és ez egy létformához kötődik. A klasszikus értelemben vett férfi. Hogy ez hogy fog változni itt a 21. század technikai civilizációjába, hogy ez az idők homályába fog vészni, azért, mert egyáltalán gyakorlatilag már nincs különbség, hát ezt nem lehet tudni. Én egy régi módi világban élek, azért, mert egyszerűen egy tanyán másfajta életformát nem tudsz élni. Ennek köszönhető az, hogy van egyfajta munkamegosztás, ennek köszönhető az, hogy kialakulnak bizonyos tradicionális szerepkörök, de egy emeletes házban hogy a francba alakítasz ki ilyet? Hát azt a minőséget nem, nincs az a munka, amit ne tudnátok megosztani. Hát egy ekkora gazdaságban persze, hogy van. Tehát egy ekkora gazdaságban le kell osztani a munkát, és a nehéz fizikai terhelés és a veszélyes munka, az biztos, hogy a nőt a közelében nem engeded. De hát egy panelházban mit csinálsz? Elgondolkodsz azon, hogy háromlábú széket fogsz faragni székelyföldön. Vagy valami, szerintem ezek ilyen pótcselekvések lesznek, hogy ebből Isten igazából, hogy nincsenek ezzel kapcsolatban jó ötleteim. Tehát a tradicionális férfi karakter egy tradicionális létformához kötődik. Hogyha ebből kiemeljük, akkor nem tudom, hogy a francba lehet ezeket a dolgokat összefésülni. De hát ez a feladata itt ennek a csapatnak, hogy erre rájöjjön. Ugye én nem biztos, hogy tradicionálisba gondolkodnék, hanem egyszerűen abban, hogy ha a férfi nem tudja megtartani ma is a különbözőségét a nőtől, akkor berokkan. Tehát az, hogy a férfiak vezetik a halálozási statisztikát, az öngyilkosságit, az alkoholizmust, a drogfogyasztást, a bűnözést, nem tudom, minden negatív statisztikát, ez azzal van összefüggésben, hogy valójában nem találják a helyüket, a rákos megbetegedéseket. Egy súlyos problémákat okoz az, hogy a férfi lényünkben nem találjuk azt, hogy mit kellene tenni. És egyébként igazad van abban, tehát én erről szoktam írni, hogy 1000 éveken át nem volt szükség beszélni arról, hogy mit jelent férfinak lenni. Azért, mert a férfi értékek örökítési lánca automatikus volt. Együtt éltek a családok, látták az apjukat, együtt dolgoztak, mindenki csinálta a dolgát, a nagyapját, és átadták. Sose kellett megfogalmazni, hogy miről szól a férfiasság, mi férfinak lenni. Ezért majd különösen nehéz helyzetben vagyunk, mert ma a sok válás miatt, ugye feleinél többen elválnak, tehát sokkal többen, akiknek még otthon lenne az apa, de napi 12 órát dolgozik, az azért nincs jelen, tehát nincsenek apák a családokban. A pedagógus pályát elhagyták a férfiak. Korábban ugye azért voltak a pedagógusok férfiak, mert ott egyfajta rendszert kellett, egy rendbe kellett beilleszkedni. És ugye ennek az elnőiesedése is egy teljesen más beszélgetés témája lehetne. Elhagyták azt a pályát a férfiak a legkülönbözőbb gazdaság és egyéb okokból. Tehát úgy nőnek föl gyerekek, többsége ma, hogy férfit nem lát. Egyetemig. És az egyetemeken már csak szakmai értelemben találkozik férfiakkal, de ilyen, hogy hogyan kell otthon egy mindennapokat megoldani, vagy hogyan kell egy nőhöz kapcsolódni, vagy hogyan kell problémákat megoldani és átvészelni nehéz helyzeteket, egyetem látnak. És ezért kénytelenek vagyunk ma, még ma, amikor én még emlékszek a 70-es, 80-as évekre, ugye, vagy inkább a 80-asokra emlékszek, mert 73-as vagyok, hogy én még láttam azt, amiről beszélek. De ha még várunk 15 évig, akkor már nagyon kevesen lesznek azok, akik még láttak ilyet, és lesz is kedvük hozzá, hogy belevágjanak abba, hogy megfogalmazzák, hogy miről szól a férfi, mert hogy most a morzsából kell kenyeret ismét összegyúrnunk, és valamiféle azért, mert hogyha nem tudunk férfi lenni a nő mellett, akkor a nő le fog nézni. A válások 70-valahány százalékát indítják nők, tehát 72-3 százalékát nők indítják el. Tehát ma nincs kegyelem a férfiaknak.
Tehát hogyha nem tudsz férfi lenni egy nő mellett, akkor véged van. Közben meg az egész férfi válási mechanizmus, az egész életút, a beavatások, a mindenféle, még a példa és a minta is hiányzik. Tehát a férfiak klubja missziója az, hogy tudunk egy olyan bástyát építeni, ami mondjuk Kárpát-medence szintjén látszik, és mindenki kicsit olyan akar lenni. Hogy meg tudjuk-e mutatni, hogy milyenni akarjon válni önmagától valaki. Mert megtanítani férfinak lenni senkit sem tudunk. De el kell indítani azt a vágyat, hogy megéri férfinak lenni. Ehhez viszont be kell mutatni, hogy milyen erőről szól, és nyilván azt is, hogy a nőknek, a személynek a csillogása a legbiztosabb visszajelzése arra. Figyelj, hogyha ugye valljuk be, hogy itt van most nagyon sok ember, férfi szagra gyűltek. Tehát egy férfit akartak látni, a férfiak is. A nőket, ha ugye azt mondtuk volna, hogy ez egy nyitott, ugye koedukált esemény, és nem tartjuk meg ezt egy férfi körben, akkor általában ilyen eseményeknél kb. Háromszor annyi nő van, mint férfi. 400 ember ülne itt most, hogyha a nőket is engedtük volna, mert őket is a férfi érdekli. Az a karakter, aki te vagy, például. És ezért nagyon fontos nekünk erről beszélni, annak ellenére, hogy 1000 évig nem kell megfogalmazni, hogy 5000 vagy 10000 évig, de ma már olyan rossz a helyzet, hogyha nem tudjuk ezt a bástyát fölmutatni referenciapontként, akkor nem lesz a vágy arra senkibe, hogy valamilyen karaktert kezdjen el képviselni, és akkor a nők nem kegyelmeznek. Tehát egyszerűen nincs, akihez csatlakozniuk, nem lesznek férfiak nélkül, nincsenek nők, mert csak egymás viszonylatából létezünk, nem lesznek családok, és az egész társadalmi motiváció is elkezd kihújni. Tehát ami mi csinálunk, az valójában egy társadalmi motiváció, hogy gyerünk, álljunk be az életünk közepébe, hozzunk döntéseket, legyünk élesek, és válasszuk el a tévéből azt, ami jó és azt, ami rossz. És ennek a mentalitásnak akarunk egy vonzó bástyát építeni. Most már bocsánat, csak ezt reakcióként mondom erre, hogy miben küzdünk, és nincsen előttünk senki, nincsen kitaposott út, nincsen amerikai példa. Amerikában vannak ilyen férfi mozgalmak, amik alapvetően antifeminista mozgalmak, vagy férfi emancipációs és férfi jogvédő mozgalmak. Én azt mondom, hogy erre nálunk nincs szükség. Nekünk nem férfi jogvédelemre meg emancipációra van szükségünk, hanem motivációs mozgalom vagyunk, hogy akarjunk olyanok lenni, akihez egy nőnek érdemes csatlakozni. Jó, kapcsoljuk le a kamerákat, jó?